Hát akkor folytassuk tovább. Ugye itt hagytam abba, hogy éppen kikaptam a nagy kupacból három speciális eszközfájt, és mondtam, hogy és aztán ezt a hármat viszonylag sűrűn fogod használni, és persze használni fogod a többit is. Legfeljebb az már nem biztos, hogy ennyire tudatosan. Tehát például a diszkek kapcsán általában eléggé jellemző az, hogy egyszer belövi az ember, aztán remény szerint 10 évig hozzá se kell nyúlni, úgyhogy kit érdekel, hogy hogy hívják, és máma éppen mi az elnevezési konvenció. A egyik leggyakrabban használt hardware elem az természetszerűleg a háttértár. A háttértárral kapcsolatban első körben is pár ilyen alapvető dolgot kell tudni, hogy eléggé sokáig a dolog úgy működött, hogy függött a diszk elnevezése attól, hogy pontosan milyen kontrolleren lógott. Másképp hívták a SCSI vezérlőn, mint a klasszikus ide vagy ATAPI vezérlőn ülő perifériát. De ezt még külön bonyolította az, hogy és még azt is másképp hívták, hogyha SCSI vezérlő volt ugyan, de valamelyik cégnek a RAID vezérlője. Úgyhogy ez azért sokat segített annak, aki rendszergazda akart lenni, mert ezzel azért könnyen lehetett biztosítani azt, hogy nekem lesz állásom, mert más nincs, aki érti, hogy mit kell csinálni és merre kell megkeresni. Ma egy fokkal talán jobb a helyzet, most más oldalról lett egy kicsit bonyolultabb. A lényeg tehát a következő. Első körben is a diszkeket mondjuk úgy, hogy régebben hívták úgy, hogy PDF per HD valami, ez egyébként klasszikusan az ide vezérlős perifériáknak volt a neve, és a PDF per SD valami az meg nyilvánvalóan a SCSI perifériáké. Ma ugye hát a SCSI az erőteljesen halódik kifelé, helyette ugye szerverekben SAS, desktop környezetben inkább SATA vezérlők, de konkrétan egy külső USB doboz az igazából egyébként SCSI protokollon kommunikál, tehát az is PDF per SD-ként szokott megjelenni. Úgyhogy ma többé-kevésbé egységesen lehet azt mondani, hogy valószínűleg valami PDF per SD valami néven lehet az adott perifériára hivatkozni, vagy nem. Na most, a perifériának a neve az a következőképpen alakul. Először egy karakter, amely valamilyen, nem tudni milyen elv alapján az angol ABC kisbetűi, HDA, HDB, illetve SDA, SDB, SDC, és így tovább. És egész egyszerűen a legelsőként felismert periféria az az SDA, a másodikként az SDB, a harmadikként az SDC. Konkrétan még az ATAPI vagy ideidőkben ez még ennél is rosszabb volt, mert ha a gépben volt ugyebár klasszikusan két idevezérlő, akkor az első vezérlő volt a HDA meg a HDB, és a másodikon a HDC és a HDD, és nem érdekelte, hogy luk van. Tehát minden további nélkül lehetett, hogy volt HDA és HDC eszközöd, ellenben HDB nem. Ott ugyanis a vezérlőhöz és magához a vezérlőt, mondjuk úgy, hogy elfoglalt helyéhez. Talán még emlékeztek erre egyébként hibás névkonvencióra, hogy Master és Slave periféria, szóval ez alapján hívta ő A-nak, illetve C-nek, aki Master volt, és B-nek, illetve D-nek, aki Slave volt. Túl azon, hogy ezek egymáshoz viszonyulóan nem Master meg Slave, ráadásul normális esetben az ember úgy képzelné, hogy akkor lesz Slave, ha van Master, aztán ehhez képest elég gyakran nem így konfigurálták. A lényeg, az ide időkben lehettek lyukak, ma már nem annyira jellemző, hanem tényleg ilyen felismerési sorrendben lett kiosztva, SDA, SDB, SDC és így tovább. Na most, amennyiben a diszket használni is akarsz, erről ugye még a legelső nap volt szó, hogy általában ez úgy néz ki, hogy particionálnod kell. Innentől kezdve, hogy SDA eszközfájlhoz jött egy plusz módosító tag, SDA 1, SDA 2, 3, 4, ez az elvileg rajta létrehozható négy darab partíciót az azonosító. Emlékeim szerint ezt utalás szintjén már egyszer mondtam, de gyakorlatilag a dolog kicsit ennél bonyolultabb, lévén van egy olyan, hogy primary partíció típus, illetve extended partíció típus. Na most Linux alatt nincs akadálya annak, hogy akár mind a négy partíció
primary partíció legyen. Elvileg voltak olyan rendszerek, amelyek ezt a felállást nem annyira díjazták. Viszont, ha nem elegendő, akkor általában az a megoldás, hogy nem primary partíciót, hanem legalább egy extended partíciót hozok létre, amely extended partíció, ugye ez is elhangzott, úgynevezett logikai drive-okat kell létrehozni. Ezt tulajdonképp úgy kell elképzelni, hogy a partíciót tovább particionálom. Na most, ez Linux alatt úgy jelenik meg, hogy az elsődleges primary partíciók lehetnek az SDA 1, 2, 3, 4, de amennyiben valamelyik partíció extended, akkor az abban létrehozott logikai drive-ok 5-től fölfele számozódnak. Így módon viszont az előfordulhat, hogy nincs mindegyik kihasználva, mert csináltál egy primary-t, SDA 1, meg egy darab extended-et, ő mint extended, ugye ő lenne az SDA 2, nem csináltad meg a maradék két partíciót, tehát nincs SDA 3 meg SDA 4, ellenben az extended partíciót tovább szabdaltad, és ő lesz, hogy SDA 5, 6, 4, és így tovább. Általában az a hozzáállás, hogy ha nem nagyon muszáj, akkor nem biztos, hogy jó ötlet, hogy mondjuk egy primary mellé mind a három maradékot extended partíciónak csinálom, és azokat tovább particionálom. Őszintén szólva, pont ugyanezt elérhetem azzal is, hogy egy szál extended partícióval lefedem a maradék részét, és aztán azt felszabdalom további logikai drive-okra. Minden esetre úgy tudom elvi síkon megoldható a dolog, és különösebb gondot, zavart nem annyira okoz. De természetesen ezeket az elnevezéseket azért mindenképpen tudni kell, mert ha te ezt a diszket használni akarod, akkor, mint mondtam, meg kell partícionálni. Ezt nyilván úgy teszed, hogy az egész diszket azonosító eszközfájt adod meg annak a szoftvernek, amivel partícionálsz. Majd, ha a partíciókat létrehoztad, akkor az egyes partíciókkal csinálsz valamit, azt a valamit meg nyilván úgy indítod el, hogy ő már a partíció azonosítóját kapja meg, tehát van a parancs, ami az SDA, és van amelyik az SDA2 eszközfájl neve várja, illetve feltételezi, hogy te megadtad. Particionálásra szokás szerint 1 millió eszköz van, a leghagyományosabb az F-disk névre hallgató jószág, hát ugye ez a neve alapján olyan, mint a Microsoft saját F-diszki, hát a felépítése nem egészen. Tehát én így 20 éve nézem, hogy valahonnan szerintem vagy lefelejtettek egy entert beleírni a stringbe, vagy beletettek egy plusz entert, pedig nem kellett volna. Olyan kicsit illogikusnak tűnik, hogy az egyik prompt így néz ki, a másik úgy. Ennek ellenére már hozzászoktam, úgyhogy igazság szerint talán az az egyetlen furcsasága, hogy hát másképp néz ki, mint mondjuk a régi DOS-os időszakban használatos F-disk eszközök. Nyilvánvalóan nem kötelező ezt használni, ezen túlmenő is nagyon sok karakteres felületű alternatív particionáló eszköz van. F-disk, EF-disk, SF-disk és így tovább. Illetve amennyiben van grafikus felület, ott van grafikus G-parted névre hallgató, sokkal látványosabb és rugalmasabban használható eszköz. Nyilván nem minden esetben használható. Na most! Első körben ugye is hogy tudom megállapítani, hogy milyen diszkeim vannak? Hát egy lehetőség, én személy szerint ezt szoktam majdnem minden esetben használni. Amikor a rendszer indul, akkor ő a fölismert hardverekről folyamatosan küld egy üzenetet a rendszer indítási üzeneteiben. Ezek az üzenetek pedig egy DMS névre hallgató parancssal lekérdezhetők. Azaz, ha szerencséd van, akkor valahogy esélyben egy DMESG, PIPE, MORE vagy LESS jellegű művelettel elég rendesen meg lehet állapítani, hogy mi van ebben az adott gépben. Ennek ellenére van, aki más eszközöket szokott használni, a DMESG-nek amúgy van olyan hibája, hogy az, ahonnan ezt az infót előveszi, az egy ilyen cirkulárisan írt puffer. Tehát, hogyha sok rendszer üzenet jelenik meg ebben a bufferben, akkor lehet, hogy a boot üzenetek már kiszaladnak, és nem látod konkrétan pont ezt az infót. Ezért általában a
szlájdon szereplő F-disk-L, azaz listázt ki. Parancsot szokták használni, lényegesen bővebb információt ad annál, mint amennyi az, hogy könyörgöm, milyen diszkjeim vannak. Ez főleg ott problémás persze, ahol tényleg több tíz, több száz diszk van egy adott gépre konfigurálva, mert ott ez kicsit sokáig tart, kicsit nehezen emészhető. De általában teljesen jó, megadjuk, milyen perifériák vannak. Ha particionált, akkor az arra vonatkozó információkat is, tehát elég jól el lehet indulni. És innentől kezdve lehet tudni, hogy nálunk úgy hívják, hogy SDA az adott diszket, és egyébként egy SDA 1 és egy SDA 3 van rajta. Most abban nem menjünk bele, hogy miért jó nekünk, hogy mondjuk SDA 1 után SDA 3-as partíciót csinálunk. Ez általában tök mindegy kategória, és sokkal inkább jellemzően valakinek vagy valaminek a hibája, mint tudatos végig gondolt dolog, hogy én így akarom partícionálni, de elő-elő tudott fordulni. Na most, van viszont egy meglehetősen komoly probléma. Ez régen a SCSI vezérlőknél nagyon könnyedén előállt, de sajnos ma sem lényegesen rosszabb. A SCSI vezérlőre, mint említettem, az volt az elnevezési konvenció, hogy aki elsőként látszódik periféria, ő lesz az SDA. Aztán aki másodikként látszik, az lesz az SDB, aki harmadikként SDC. Ennek van egy rendkívül kellemetlen következménye, és a szerver környezetben külön díjazandó volt. Kiveszik egy diszket közepéről, és természetesen a vége ugye innentől kezdve elcsúszik. Beteszek egy diszket, és elcsúszik. Na most ez a SCSI-nál konkrétan úgy működött, hogy elviszíkon a diszk egyedi SCSI ID-je az, ami nagyjából a sorrendet meghatározza, hogy először fölismerjük a 6-os, 5-ös, 4-es, 3-os, 2-es, 1-es, 0-as ID-jű perifériát, majd a 15-ös, 14-es, és így megyünk el 8-ig. De mivel nem feltétlenül pont ebben a sorrendben voltak a SCSI ID-k kiosztva, ennek köszönhetően könnyedén előállhatott az, hogy a SCSI ID között luk maradt, tehát az újonnan bekerült diszk ugye belekerült valahogy a sorozat közepébe, és ezzel így hátrébb tolta a diszkeket. Nyilván kivettem és előre csúszott, pont ugyanennyi a probléma. Na most hát ennek egyrészt ugye az volt a következmény, hogy a rendszergazdák nagyon-nagyon háklisan kellett, hogy odafigyeljenek arra, hogy kiveszek egy diszket és ennek milyen következményei lesznek. Másrészt, hogy kialakultak mindenféle olyan mechanizmusok, amik ezt a fajta problémát különböző trükkös módon próbálták megoldani. Az egyik ma meglehetősen elterjedt, és azt kell, hogy mondjam, ma talán a legelterjedtebb mechanizmus, hogy a perifériákhoz hozzárendelünk egy garantáltan a diszket magát reprezentáló, ellenben egyértelmű elnevezést. Gondolom nem mondok újdonságot, hogy hát elég sok hardvernek már van valamilyen egyedi hardver azonosítója, ezeket közös névvel UUID-nek szokták nevezni, Universal Unique ID, vagy valami hasonló rövidítéseként. Na most ebben a Unique ID-ben szokott benne lenni konkrétan gyártó azonosító információ, és konkrét példány azonosító információ. Kicsit olyan, mint amit az Ethernet kártyákról az előző alkalommal mondtam, hogy elvileg ez egy egyértelmű egyedi azonosító. Na most hát ezek a bizonyos disk UUID-k, ezek talán egy fokkal komolyabban lehetően egyediek. Innentől kezdve úgy döntöttek, hogy ahelyett, hogy egy könnyen megjegyezhető, de cserébe némileg törékeny mechanizmust használnánk per def per SDA, ahelyett használjunk egy nagyon nehezen megjegyezhető, ellenben garantáltan statikus, egyértelmű, egyedi, nem változó elnevezés. Ez lett ez a per def per disk by UID per. És hát azt, ha nem zaklennétek, akkor nem olvasnánk fel. Típusú eszköznév. Na most úgy tűnik, hogy a világ abba az irányba halad, hogy ez lesz. Valószínűleg nem az egyeduralkodó,
Mert valószínűleg meg fog maradni az, hogy ezek a PDF per SD elnevezések megmaradnak a rendszerben. Oly módon, hogy egy ilyen UUID meg egy ilyen SD nevű eszköz az ugyanaz gyakorlatilag. Csak valahogy úgy oldják meg, hogy ezek konzisztensek maradjanak. Ennek ellenére jobb hozzászokni a gondolathoz, hogy ma bizony általában már az irányba megy a Linux és a különböző Linux terjesztések, hogy ezt a nevet használják. Na most ennek persze van egy eléggé kellemetlen következménye, az egyik az, hogy nem biztos, hogy te egy kapásból meg tudod mondani, hogy hívják a diszket. Valószínűleg ezért is maradt meg az SDA, mint konvencionális név. A másik fele, hogy kéne lenni valami eszköznek, hogy hogy lehet ezeket az elnevezéseket egymáshoz rendelni. Erre általában a legalkalmasabbnak ez a Block ID névre hallgató parancs szolgál, amely megmondja ezeket az információkat, egyébként más infókat is ki tud adni, úgyhogy rendszeresen előforduló kérdés, hogy tudnom kellene, hogy azok a disknek azon a partícióján milyen típusú fájlrendszer van, ezért, azért, ahazért. Hogy tudnám megállapítani? És ennek van egy relatív egyszerű módja, mert ha felcsapolom, akkor majd ő fölismeri. Na jó van, de mi van, ha nem akarom felcsapolni? Problémát okozna. Ilyenkor nagyon jó a Block ID, amelyik lekérdezi, és aztán mond rá valami okosan. Általában természetesen ugye, azt szokták igazi vérprofi informatikus hozzáállásnak tekinteni, hogy miért kéne ezt lekérdezned egy rendes rendszergazda, ezt mindegyik szerveréről tudja. Van 100 szervere, 500 diszkel, és mindegyikről tudod, hogy hogy van particionálva, hogy hívják, milyen fájlrendszer raktárán. Nyilvánvalóan mondjuk, ha eddig valaki mondjuk Microsoft körzetben dolgozott, ebben ugye az, hogy milyen fájlrendszer raktárán, ez nem mondható, hogy kifejezetten nagy választéknak. De azért Linux alatt sajnos ennél egy kicsit kellemetlenebb a helyzet, kicsit sokféle fájlrendszer. Van használatban, tényleges használatban is, úgyhogy ez már azért nem annyira egyértelmű. Azzal együtt is, hogy nekem megvan a saját kialakult világképpen, és mindenkire megpróbálom ezt ráerőszakolni, hogy azt kell használni ott. Úgyhogy jobb, ha tudsz róla a Block ID ezt, az UUID információt is képes kinyerni, meg egyébként azt is, hogy egy adott disk partíció, az pontosan mire van használva, milyen típusú fájlrendszer van. Na most, technikailag magát egy diszket általában mire használunk? Ugye valamilyen fájlrendszer struktúrában adatokat tárolunk rajta, ez az egyik, talán a leggyakoribb használat. A másik, majdnem ugyanennyire gyakori, legfeljebb úgy kell érteni, hogy fájlrendszer 5 diszken van, swap terület meg csak egyen. A fizikai memória kezelés, ugye a Linuxos világ eléggé régóta lecserélte virtuális memória kezelésre. Innentől kezdve ugye látszólag több memóriánk van, mint amennyi fizikailag létezik. És amennyiben valami, mondjuk úgy, hogy memóriafogyás jellegű problémát érzékel, akkor ő kiszweppel bizonyos alkalmazásokat. Gondolom a fogalom nem teljesen ismeretlen, ez ugye azt jelenti, hogy a ténylegesen fizikai memóriában tárolt adatokat egy erre a célra fenntartott diszterületre kipakolja. A diszterületnek általában sokkal primitívebb, egyszerűbb a struktúrája, mint az adattároló, tehát mint a fájlrendszernek. Ez egyébként annyiban jó, hogy kicsit gyorsabb, rövidebb, pro ideje alatt lefutó programkóddal lehet őt kezelni. És a dolog roppant egyszerű, kevés a memória, kidobunk valakit, ha lesz több szabad memória, akkor visszapakoljuk. Illetve hát ugye bizonyos eseményekkel esetleg ki lehet erőszakolni, hogy kipakolja, illetve visszapakolja az alkalmazásokat. Na most, ezért aztán a diszket általában, pontosabban a diszkek valamelyikét általában dedikáltan ilyen memóriabővítésre, ilyen swap területnek használják, amiben egyébként konkrétan csak egy szójátéknyi érdekesség van. Ma a Linux nem jellemzően swap-tel.
ma a Linux elsősorban paging technológiát alkalmazva pakolja ki meg be az alkalmazásokon. Ha valakinek egyelőre nincs jellemzően érthető különbség a kettő között, a swapping tulajdonképp azt akarja, amikor egy applikációhoz tartozó teljes memóriát gyakorlatilag egyben kidobunk. A paging sokkal kisebb, általában fix méretű úgynevezett memória lapok kipakolása. A kettő között vannak elég lényeges különbségek, tehát nem mindegy, hogy egyik vagy másik algoritmust használjunk. Általában csak arra kell gondolni, hogy a memóriában három iszonyatosan nagy program fut, ami szépen be is telíti. El akarok indítani egy bolhapiszok méretű picit, és nincs elég memória egy klasszikus swapping rendszerben, akkor ki kell nyomni a 3 tonnás elefántot minden estül, azért, hogy 4 kilobájtnyi memória legyen. Egy paging technológiát alkalmazó rendszerben, hát egy memória lapnyit kell a 3 tonnás elefántból, és az ügyes paging algoritmusoknak köszönhetően nagy eséllyel egyébként még sikerül ráadásul olyan memóriaterületet is kiválasztani és diszkre írni, amire egyébként a futás hátra levő részében nem is lesz szüksége. Gondoljunk bele, normálisan megírt szoftverben például van a hibakezelés. Mondjuk, ami például az indulásnál ellenőrz, hogy mindazok rendelkezésre állnak-e, amikre szükség van a későbbi futás során. Na most, ha ez a hibakezelő rész le tud foglalni egy teljes memórialapot, akkor ha a szoftver elindult, konstatálta, hogy hiba nincs, tehát elkezd futni, akkor ez gyakorlatilag végérvényesen is kirakható a memóriából, mert a bűnös életben nem lesz rá szükség, lévén az induláson már túl vagyunk. Ennek ellenére mondjuk azért ennyire intelligens paging algoritmusa tudtommal még nincs a Linuxnak, hogy még ezt is látja. Ennek ellenére a paging az egy általában hatékonyabbnak tekintett memória felszabadítási mechanizmus, ezért szokták szeretni, hogy ezt külön ki kell hangsúlyozni, bocs, ma elsősorban lapozás, és lényegesen kevésbé jellemzően swapping történik. Speciális esetekben itt a Linux is képes ilyen swappingre nagyon hasonlító, és akkor az egész alkalmazás minden estül kihajintom a diszkre jellegű műveletet végrehajtani. Na most, ebből ugye csak annyi érdekes, hogy a swap terület, mint mondtam, általában egy teljesen más struktúrájú diszk, mint amit az adatok tárolására használunk. Ezért aztán jellemzően ugye minimum két partíciót szoktak egy-egy diszkre rakni, az egyiken fájrendszer adatok vannak, a másikon swap. Mellékesen, aki ugye már üzemeltetett aktívan komolyabb terhelésségű szervert, az tudja, hogy ennél már csak egy lépéssel lehetne jobb, ha a diszket nem két különböző funkcióra használnánk, a swap az legyen egy teljesen csak erre a célra dedikált diszk, és akkor nem rontjuk a helyzetet, akkor, amikor a rendszer amúgy elkezd swappelni. Általános tapasztalat, hogy amikor a rendszer tényleg komolyabban memória problémákkal küzdik, akkor elég rendesen lehetünk lassulni. Na most, hogyha lassítom a rendszert azzal, hogy neki most ugye adminisztrálni kell a swapping dolgokat, lassítom azzal, hogy ugye írja ki az adatokat a diszkre, és ráadásul arra a diszkre, amiről egyébként dolgoznak az alkalmazáson, hát eléggé kellemetlen végeredmény lesz a dolog, tehát ezért szokták általában azt javasolni, hogy van hely, van szabad diszk, bocs, akkor az teljesen függetlenül kell, hogy javasolt konfigurálni. Nyilván valóan ezt lehet tovább sakkozni, és lehet még mindenféle trükkös dolgokat, hogy mondjuk a swap területet nem egy diszkre, hanem 3-4 mondjuk stripingba összefogott virtuális diszkre felrakni, hogyha lehet még gyorsabb legyen. Na most, nem mondhatnám túl elterjedtnek, de ennek ellenére azért létező mechanizmus az, hogy egy diszk vagy diszkpartíció az ott marad mindenféle előkészítés nélkül, tehát sem fájrendszer infókat, sem swapre szükséges információkat nem teszünk a diszkre. Ahogy mondani szokták, ott marad nyers vagy raw adatterületként. Elsősorban adatbázis kezelők azok, amelyek szoktak tudni ilyen nyers adatterülettel mit csinálni. Nem mindegyik, és nem minden környezetben javasolt ezt használni. Elég sok negatív következménye is van annak, ha az adatbázis kezelője nyers diszk használatot
vagy a hozzá ilyen nyers diszpeszántot konfigurálunk be, ennek ellenére elő-elő fordul. Na most a particionálással van egy eléggé komoly probléma, ugye ez itt az első napon egyszer már próbáltam utalni rá. A leglényegesebb gond, hogy gyakorlatilag egy iszonyatosan rugalmatlan, ezer éve kitalált, de akkor nem túl jól kitalált valamiről van szó. Gondoljunk bele, van egy szál diszkünk, logikusan akkor ezt két részre bontjuk. Az egyik fele az adattároló fájrendszer, a másik része meg ugye a szöveg terület. Kérdés, és mennyi legyen a szöveg? Vagy mennyi legyen a fájrendszer? Ez ugye általában úgy néz ki, hogy mindenki ilyen vagy hasraütésszerű elvek alapján, vagy az ismerős azt javasolta, hogy, vagy esetleg a telepítő ezt kínálja föl elven, intézi a dolgot, és ugye a legritkább esetben tényleg tudatos számítgatás eredménye, hogy akkor most egy gigás, egy terás nagy, egy ekkora diszket ténylegesen milyen módon, hogyan osszunk föl. Én például még akkor nőttem föl, amikor a Unix-os világban az volt az alapelv, hogy a swap terület mérete az a fizikai memória terület 2, de inkább 3-szorosa legyen, ami mondjuk ma, amikor azért eléggé könnyű sok-sok-sok gigabájt memóriát beletorrászni egy közepesen gyenge szerverbe, azért az egy eléggé húzós méretű, fölöslegesen elpazarolt izé, amit ugye arra használunk, hogy ha ez a nagyon sok memória mégse lenne elég. Na most ebben nem szeretnék belemenni, mert ez gyakorlatilag hitvita, illetve nagyon kevés olyan ember van, akinél ez tudás, hogy pontosan hogyan is kéne a szövet méretét választani. Tehát itt jön elő az, hogy hát akkor jó, mondjuk osszuk föl 90%-10% arányban a diszket. Vagy vegyük azt, hogy a fizikai memória ennyi, és akkor a kétszeresét odaadom szövetnek, azt legyünk vele boldog. Megpartícionálom, megcsinom a fájrendszert a fájrendszer tartalmazó partícióra, a swappet a swap partícióra, elkezdem használni, és egyszer bejut a mennykű, mert valamelyik betelik. Na most az igazán kínos az a swap terület betelése, mert azt a rendszer annyira nem díjazza, ilyenkor elkezdi kirúgdosni fizikailag is a futó alkalmazásokat, és hát azok az algoritmusok, amivel kiválasztja, azok elég hatékonyan szokták a legfontosabb applikációt kirúgni. Nyilván ugyanilyen módon persze az is lehet problémás, hogyha a fájrendszer terület telik be. Ezért aztán van egy másik lehetőség. Ne osszuk fel a teljes diszket, hanem osszuk fel csak egy kisebb részét, és mondjuk azt, hogy mit tudom én, 80% kerüljön a fájrendszerhez, 10% a swaphez, és van 10% szabad terület. És amikor ugye kiderül, hogy probléma van a méretezéssel, akkor azt a maradék 10%-ot oda tudom adni annak, akik ténylegesen kell. Egy. Az még csak-csak kezelhető, hogy két különböző partíción van, két fájrendszer, és aztán azt a másodikat majd valahogy beleépítem a könyvtár struktúrába, de mondjuk ugyanazon a diszken két darab swap területet bekonfigurálni, az teljesítmény szempontból majdhogy nem a katasztrófa. Lévén normális körülmények között a swapping úgy zajlik, hogyha több swap terület van, akkor elosztjuk köztük a terhelést. Tehát a diszk két partíciójára ő párhuzamosan akar írni, ami nyilvánvalóan azt eredményezi, a fej rohangál egyik végéből a másikba, tehát a swap, ami amúgy is lassítja, tovább lassul emiatt, hogy a diszket még ráadásul két irányból támadnak. Ezért még mindig nem túl kényelmes. Már javít a helyzeten, de teljesítmény problémákat persze okozhat. Ezért aztán tulajdonképp a klasszikus particionálás hiányosságainak kiküszöbölésére volt az egyik jellemző szempont a első napon emlegetett LVM, vagy Logical Volume Management, vagy Manager névre hallgató szoftver réteg megalkotásához, aminek tulajdonképp annyi a lényege, hogy a diszket apró részekre fölbontja, és ezekből a részekből ő virtuális diszkeket állít elő.
Az akár olyan is lehet, hogy egy diszk három partícióját szedi össze, az más kérdés, hogy ez nem egy túl logikus módszer. De a lényeg, hogy ugyanazt kell csinálni, mint amit az előbb elmondtam. Nem a teljes diszket kell felhasználni, hanem a diszket odaadjuk az LVM-nek. Az LVM-ből kivágunk egy kisebb szeletet, és ezt a kisebb szeletet FileRedszernek konfiguráljuk, egy másik kisebb szeletet ezt Swapnek konfiguráljuk, majd aztán amelyik betelik a normál futás során, azt a hátra levő szabad területből rugalmasan futtában megnöveljük. És ez a egyébként egyértelműen a fizikai diszk és a diszkkezelő réteg közötti virtuális diszkkezelő eszköz, az LVM, az egyértelműen egy plusz szoftver réteg, tehát mint olyan némi plusz terhelés, viszont relatíve jól van megírva, viszonylag csekély plusz terhelést okoz ő maga, viszont megszűnt a particionálás rugalmatlansága. Ugyanis minden további nélkül mondhatom, hogy az a LVM partíció, az most, bocs, még 200 megával nagyobb legyen. Vagy az LVM-nél létrehozott virtuális diszkhez hozzárakok egy újabb diszket, és azt mondom, hogy bocs, a virtuális diszk mérete megnőtt. Pont ennyi szabad terület lett, tehát ha valamelyik virtuális partíciónak plusz területre van szüksége, akkor már is tudok szedni. Ezzel ugye elértem azt a kínos helyzetet, hogy az adatok már szerte szét vannak a diszken, vagy a diszkeken szórva, ami ugye adat biztonság szempontjából nem a legideálisabb. Viszont egy sokkal-sokkal rugalmasabb környezetet értem el, mint amit a klasszikus particionálással el lehet érni. Természetszerűleg, ha mi nem ilyen buta, gépbe dugott belső diszkekre, vagy gépre dugott külső diszkekben gondolkodunk, hanem rendes szerver környezetben, ahol azért a storage hálózatról jönnek a amúgy virtuális diszkek, ott nyilván könnyebb a helyzet, azért kicsit is komolyabb storage tényleg arra minden további nélkül képes, hogy azt mondjuk, hogy bocs, ez eddig 200 gigás volt, most növeld már meg a méretét 1 terára. És onnantól kezdve a diszk, aki ezt a virtuális diszket látja, az azt mondja, hogy jé, hát ez egy 1 terás diszk, hát tele vagyok szabad területtel. Na most, ha a régi particionálási sémát használom, akkor ez irgalmatlan nehézkesen kezelhető. Ha ezt az újabb LVM eszközt, akkor meg nagyon kényelmesen. Úgyhogy ma inkább kisebb, egyszerűbb, csúnya leszek, játékgépek, desktop környezet az, ahol ténylegesen particionálgatják a diszkeket. Általában az van, hogy nem, egy diszk, egy partíció, azt az egy szál partíciót odaadom az LVM-nek, és aztán az LVM-nál majd tovább. Sokkal rugalmasabban felosztom. Na most, a diszkek használatánál, mint mondtam, ugye vagy fájrendszert pakolok rá, vagy swap területet konfigurálok, vagy esetleg ugye a spéci applikációval odaadom mindenféle feldolgozásmentesen, csináljon vele, amit akar. Fájrendszerek használatával kapcsolatban, mint említettem, a legnagyobb probléma a bőség zavara. Nem tudok mit mondani, tényleg nagyon sok, akár azt is lehet mondani, hogy nagyon jó fájrendszer van, ami Linux alatt használható, és innentől kezdve kicsit nehéz azt mondani, hogy ezt kell, vagy ezt javasolt használni. Kezdjük szépen sorolni. Először is ext2, ez nyilván eléggé vad megfogalmazás, mi az, hogy először a második. Ki lehet találni, valóban volt egy ext, azaz extended file system típus a Linux hőskorában, ez nagyjából 10-15 évvel ezelőtt tulajdonképp kihalt. Ennek a korai fájrendszernek a, mondjuk úgy, hogy nagyon sok intelligenciával felmértezett újabb, modernebb verzióját hívják ext2-nek. Talán a leglényegesebb tulajdonságai közé kettőt érdemes felsorolni. Gyors, de cserébe nem nagyon díjazza a nem szabályszerű rendszer leállást. Tehát amennyiben mondjuk valaki extractos fájrendszert használ, és nincs UPS és elment az áram, vagy valami hibának köszönhetően a rendszergazda nem megfelelő gépen nyomja ki a kikapcsoló gombot, vagy összeomlik, kizárt dolog nyilván. Abban az esetben egy ext2-es fájrendszernél az, hogy utána használható legyen, az rosszabb esetben
órákig tart, és utána derül ki, hogy nem működik a dolog. Jobb esetben órákig tart, és mégis helyreáll, és tulajdonképpen nem működik. Lényege tehát, ebben persze nem volt egyértelmű, nem naplózó fájrendszer, innentől kezdve az, hogy a fájrendszer konzisztens, minden nyomorunk adatstruktúrája a többi adatstruktúrával összehangolt módon mondja az információkat, az iszonyatosan sokáig tud tartani. Na most normálisan persze ezzel nem kell problémázni, mert összeomlani nem fog, minden rendszergazda tudja, hogy mit csinál, soha nem ront el semmit. Úgyhogy elvileg ez nem probléma, cserében ugye gyors. Na most, mivel azért ez sajnos nem igaz, ezért aztán tovább fejlesztették, először megjelent az EXT3 nevű fejlesztése, ez az eredeti struktúrához, mármint az EXT2 nevű eredeti struktúrához egy naplózó funkciót rendel, képes a hát úgynevezett metaadat információk diszkreírását naplózó módon megcsinálni, illetve akár arra is, hogy a valódi fájladat információkat is egy ilyen naplón keresztül írja a diszkre. A lényeg, hogy a napló miatt egy ilyen sikertelen vagy hibás leállás után a helyreállítás lényegesen gyorsabb. Normál körülmények között tényleg annyi történik, hogy elindul a gép, a boot procedúra valamely során észleli, hogy nekem ezzel a diszkkel kéne valamit tennem, ellenben a diszk szerintem nem konzisztens, és akkor nagyjából 3 másodperc múlva készen van, mert a konzisztenciát helyreállította. És hát egyes vélekedések szerint ez teljesen jó, stabilan, megbízhatóan működik, most már azért elég keményen 20 év körüli, annyi talán még nincs az EXT3, tehát általában azt tartják, hogy ma már valószínűleg a komolyabb hibákon kívül a ilyen-olyan-olyan nagyon szélsőséges esetben előforduló hibákat is felfedezték és kijavították. Tehát valószínűleg talán a legstabilabb. Félreértés ne essék, nem mondok ilyet. Tehát nem merném azt mondani, hogy ez a legjobb. Na most én konkrétan csak annyit mernék mondani, hogy ezt is tovább fejlesztették, így lett ugye már a 4. generáció EXT4 néven, még szebb, még ilyen, még zöldebb, még fiatalabb. Úgyhogy hát itt a kollégákkal annó eléggé komolyan vitáztunk. Én még mindig nem merném őszintén teljes szívemből javasolni, más kérdés, hogy ma már nagyon sok terjesztés alapból ezt kínálja föl. Ha rajtam múlik, és nekem kell vele foglalkozni, én még EXT3-at mondanék, de tény is való, hogy például a saját szervereinken is EXT4 fut, az is hozzám tartozik, de hál' Istennek csak kevéssé. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy majd akkor az a kollega szórakozik az EXT4-jel, aki ezt választotta, úgyhogy innentől kezdve én egyelőre így vagyok vele, de mondom, egyszerűen csak arról van szó, hogy még fiatal. Na most, következő Reiser-FS-nek hívják a másik nagy öreget a Linux fájrendszer struktúrában. Egy Hans Reiser nevű úriember fejlesztése, nyilván nem egyedüli fejlesztője volt, voltak mellette mások is, egy céget is alapított arra, hogy ez majd milyen csodálatos eszköz lesz. Egyébként meg vannak nagyon komolyan évtizedek óta ezt használó emberkék komoly helyek. Gyakorlatilag ha rákeresel, akkor csak kétféle találatod lesz, a Reiser-FL a király, meg hát én még életemben igazán adatot csak Reiserrel vesztettem el, jellegű hozzászólások. Tehát tulajdonképpen nem lehet megmondani, mondjuk úgy korai időszakában még az EXT2-nél is rosszabban tűrte azt, hogyha elment alól az áram. Ezt általában azt mondják, hogy már kijavították. Na most, Hans nevű úrnak voltak mindenféle nagyon komoly elképzelései, hogy a Reiser-FS majd még milyen extra funkciókkal kell, hogy föl legyen vértezve, és elkezdte ezt a Reiser 4-nek nevezett verziót fejleszteni. Közben volt egy kis családi probléma, amelyben az asszony eltűnt, és a kés az meg a Reiser kezében volt, úgyhogy ennek köszönhetően az úriember azóta mondjuk nem annyira fér hozzá
a kódhoz, úgyhogy nem mondhattam nagyon aktívan fejlesztett eszköznek. Sajnos az ő általa létrehozott cég is úgy kicsit úgy halódó állapotba kerül, úgyhogy ma ezt olyan tiszta szívvel azért nem nagyon szokták merni javasolni. A régi rejzelefesen mondom, ma már általában nem mondják azt, hogy komoly probléma lenne, legfeljebb annál ma már vannak intelligensebbek, meg jobbak. Na most, ma sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igazából egy nagyon szép történelem, és ma már másnak nem nagyon lehet minősíteni a Silicon Graphics Incorporated névre hallgató céget, amely a világ legszebb számítógépeit gyártotta egy időben, meg ezen kívül a legnagyobbakat, meg. Az ő Irix nevű oprendszerük is eléggé komoly díjat elvihetett, a leglukacsosabb oprendszerek közé sorolták egyesek, hihetetlenül érdekes biztonsági hibákat sikerült náluk elkövetni. Ennek ellenére az XFS nevű file rendszerük, amik sok évnyi a saját gépükön használt működés után nyílt forráskódúvá tették és adatták a Linuxos közösségnek, az egy igen megbízható file rendszer, a mai napig talán az az egyetlen file rendszer, ami nyugodt szívvel ajánlható például annak, aki paralel mondjuk 10 000 különböző média streamet akar szolgáltatni, ugyanis kifejezetten ilyesmire van kihegyezve, lehet tuningolni arra, hogy ő már pedig ekkora megadott IO sávszélességgel tudja olvasni, majd hogy nem tetszőleges adatát annak, ami ott van. Cserébe mondjuk az írás az nem mondható kapkodó idegbetegnek, ennek ellenére, ahol ilyen szintű teljesítményre van, olvasási teljesítményre van szükség, ott szeretik ezt javasolni. Talán egyetlen hátulütője van, hogy ennek is kissé kobótos a fejlesztése, és igazság szerint semmelyik Linux terjesztést nem érezte úgy, hogy erre neki rá kéne vetni magát. Konkrétan az extágat, a Red Hat nagyon sokáig pátyolgatta és pátyolgatja a mai napig. A Razert azt nagyon sokáig a SUSE használta, mint alapértelmezetten felkínált fájrendszer, és nyilván ennek köszönhetően persze elég sok Red Hat szerveren volt, extágon extény, SLES szerveren meg ugye SUSE, vagy bocsánat, Razer. XFS-t igazából senki nem választott, tehát az tényleg ilyen egyedi döntés alapján került vagy nem került föl gépekre. Hasonló utat jár az IBM-féle JFS file rendszer, kitalálható, ez meg az IBM saját AI oprendszerében használt naplózó file rendszernek egy Linuxos reinkarnációja. Itt is talán az az egyetlen negatívum mondható el, hogy kicsit ritkásabb a fejlesztése, és igazán nem áll mögötte, mondjuk úgy, hogy elterjedten használt Linuxos terjesztés. Tehát legalábbis én személy szerint nem tudok olyat, amelyik, ha nem csinál semmit, akkor ő JFS-re konfigurálna a diszkjeidet. Na most, egy régebben adatbáziskezelőkkel foglalkozó cég, aki azóta fölvásárolta a Sunt, úgy döntött, hogy épp itt az ideje, hogy a Linuxba is belekotnyeleskedjen, és hát többek között hozzájuk igazolt az az úr, aki a ma éppen legcsodálatosabbnak kikiáltott BTRFS file rendszert fejleszti. Jó, kicsit csúnya voltam, mert nem egyedül fejleszt, szerintem hárman is lehetnek akár fejlesztők. Nekem személy szerint két problémám van vele, azon kívül, hogy nem használtam, tehát igazából csak ilyen elvi problémáim, hogy hihetetlenül lassan indult meg, és nagyon sokáig egy eléggé komoly komponense nem volt, anélkül pedig nem merne ember ilyet használni. A másik, hogy nagyon fiatal. Jelenleg, ha jól tudom, még csak ilyen pre-elképzelések vannak, hogy majd a következő főverziótól, például a SUSE, vagy esetleg az Ubuntu, vagy esetleg a nem tudom én kicsoda, majd ezt fogja javasolni. Ma már egyre több disztribúcióban elérhető, és vannak emberek, akik be is vállalják azt, hogy komoly szervert ilyennel üzemeltetnek. Én személy szerint nem vagyok benne igazából meggyőződve, hogy ez tényleg van már olyan megbízhatóságú, mint akármelyik a korábbiakból. Jó, az X2-t kivéve. Na most, egy gyors összehasonlítás, mielőtt az utolsó sorra rátérnék. Az itt felsoroltak mindegyike az X2 kivételével naplózó file rendszer,
Tehát legalább egy sikertelen, nem szabályszerű leállítás utáni helyreállítás időtartalma viszonylag csekély lesz. Naplózó fájrendszerek vagy log alapú fájrendszerek jellemzője leginkább ez, hogy villanyos a helyreállítás. Természetszerűleg minden esetben elég csak arra gondolni, hogy na jó van, de mi van, ha megsérül a log maga, és rá lehet jönni, hogy azért ez sem életbiztosítás, úgyhogy csak hogy egyértelmű legyen, sajnos informatikustól is volt szerencsém már azt hallani, hogy a naplózó fájrendszer megvéd engem az adatvesztéstől. Nem! A naplózó fájrendszer nem véd meg az adatvesztéstől. Ha másra nem tudsz gondolni, akkor jusson eszedbe, hogy kiszedem a diszket és szétverem kalapáccsal. Teljesen mindegy, hogy milyen naplózó fájrendszer volt rajta. De szóval, hogy egy korrektebb megközelítéssel éljünk, a naplózó fájrendszer csak azt biztosítja, hogyha mázlid van, jó, ezt lehet valahol 50% fölé irányozni, hogy mekkora ez a mázli, akkor valószínűleg gyorsan áll helyre, gyorsan áll elő egy konzisztens, használható állapot. Nem naplózó fájrendszerek legnagyobb hibája az, hogy a hiba keresése, az összeomlás utáni konzisztencia előállítás az, ami tud kicsit sokáig tartani, nyilván nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Olvastam már FreeBSD-ről, amelyiken 3 napja ment már a fájrendszer karbantartás, és kezdtek aggódni, hogy lesz ennek valamikor vége. Na most ezek a itt felsorolható fájrendszerek mondjuk azért talán egy ideig nem fognak elmúlni. Ennek ellenére mindenkinek följön a figyelmét, hogy épp elmélyű rendszergazda nem építi arra a rendszerét, hogy már pedig itt adatvesztés nem lesz. De lesz. Na most, a lap aljára én odaírtam 2 nevet. A ZFS fájrendszer az a ma már nem létező Sun nevű cég találmánya volt, és egy ellenőr a Solarishoz fejlesztették ki. Ugye ez az a cég, akit felvásárolt ez az adatbázis kezelős. És gyakorlatilag egy a klasszikusan a 24. századba előremutató csodálatos fájrendszernek írják le az EFS, tényleg nagyon sok mindent tud. Jelen pillanatban egyetlen meglehetősen komoly hátulütője van. Ugyan nyílt forráskódú, de nem pont olyan a licenszelése, ami a legtöbb Linuxos terjesztés számára olyan igazán barátságos lenne. Vannak mindenféle furmányos kitételek. Ami miatt például a legtöbb Linuxos terjesztésben natívan nem lehet belerakni. Ezért aztán ilyen külső módon indult meg az ZFS-nek a Linuxos portolása. Ma már létezik ZFS a Linux néven elérhető. Hallomásból tudok olyan emberrel, aki már próbálgatta, és mert is nem nagyon, nagyon komoly szervereket Linuxon és ZFS-sel üzemeltetni, tényleg nagyon sokat tud, tényleg nagyon jó, tényleg nagyon szép, és mostanra már többé-kevésbé egész stabilnak is minősíthető. Erre szintén azt mondom, hogy én még nem mernék Linuxos szervert ráépíteni, de az a vicc, hogy a FreeBSD-ben vagy 4 évvel korábban kerül bele ugyanez az ZFS, én még FreeBSD-n sem mer ez ZFS-t használni, pedig ott már elég sokan ráléptek. A lényeg, ha valakinek kell, akkor éppen ezt is előveheti, illetve van egyébként egy régen Veritasnak nevezett cég, ma már felvásárolták őket is, és valaki máshoz tartozik, inkább nem mondom a nevüket, akik egy XFS nevű VXFS nevű fájrendszerüket egyébként kereskedelmi termékként pénzért megvásárolhatóan adják, tehát láttam már olyan környezetet, ahol azt mondták, hogy ők mit ad Isten szapportált, én disztribúcióval és VXFS-sel üzemeltetik X-Multinak a rendszerét. Én csuklottam, mert addig még nem tudtam róla, hogy ilyen gyakorlatban is létezik, de ezek szerint igen. Úgyhogy ez is egy lehetőség, szintén egy naplózó fájrendszer, az összes többivel ellentétben azt lehet mondani, hogy elég sok helyen, bocsánat, elég sok nagy helyen használják, ha nem is feltétlenül a Linuxos verzióját, HP, Linuxos, IBM-es,
Solaris-os verziója, speciál VXF-es az, amiről, ha jól tudom, egyébként Windows alatt is elérhető, csak meglehetősen kevés helyen szokták kifizetni. Na, szóval ezek mind-mind alternatívák, és bizony a telepítés során ugye legalább egyszer el kell dönteni, hogy a diszket milyen fájlrendszeren használom, és persze amennyiben te ugye későbbiek során egy újabb diszket építesz a rendszerre, akkor ennél is. Ezt el kell dönteni. Mivel nem ez a feladatom, úgyhogy én nem minősítem, én általában, mint mondtam, ha rajtam múlik, konzervatívan Ext3 hívő vagyok, hívő az az élelős túlzás. Általában azt szoktam javasolni egyébként, hogy indulj ki abból, hogy a terjesztésed mit kínál alapból. Ez egészen addig jó, amíg először életedben szemben nem találkozom egy olyan terjesztéssel, ami azt mondja, hogy na akkor most fájlrendszert csinálunk, itt a lista, döntsd el! És ugye intelligensebb esetben ABC-rendben fel vannak sorolva, aztán te meg választ ki magadnak. Úgyhogy ha javasolhatom, X2-t talán ma már nyugodtan lehet hanyagolni, a többi közül meg hát valamilyen egyéni szimpátia alapján választhatsz, választasz majd. Nyilvánvalóan igazán precíz úgy lehet a választás, ha te tudod, hogy mire akarod használni, és elvégezted a megfelelő teszteket. Erősen kétlem, hogy valaki erre rászám mondjuk egy hónapot, hogy oké, akkor most leteszteljük az adott funkciót Ext3-on, Ext4-en, Razer3-on, Razer4-en, ez utóbbi nem biztos, hogy feltétlenül muszáj. XFS-en, JFS-en, BTLFS-en, és éppen aktuálisan megjelenő csodálatos fájlrendszeren. De amennyiben megteszed, akkor jó. Ha közelíti a teszt környezet az éleset, akkor van még esély, tényleg a legjobbat választottad ki. Már csak arra kell odafigyelni, hogy a legtöbb fájlrendszer azért tuningolható, van olyan, hogy például helyfoglalásra, vagy éppen adatelérés sebességére optimalizálunk. Nyilván nem mindegy, és nyilván környezetfüggő, hogy neked konkrétan melyikkel, meg lehet az ilyen a helyreállítás valószínűségét csökkentő vagy növelő, nyilván ha csökkentem a helyreállítás sikerességének valószínűségét, akkor ugye az várható el, hogy gyorsabb legyen, de ha összeomlik, fájni fog. Ha a helyreállítás sikerességének valószínűségét növelem, akkor az meg valószínűleg a napi használatban lesz némi csökkenés. Na most, ha ezt neked mind van kedved, időd és eszközöd kipróbálni, akkor valószínűleg ki fogod választani, hogy arra az egy funkcióra, melyik a legjobb. Tényleg nem tudok mit mondani, hívők vannak ehhez is, ahhoz is, ahhoz is. És amit elmondtam, hogy nekem a Razer FS már 20 éve működik, nekem még csak az vesztett adatot, ezt egyébként nyugodtan helyettesíts meg bármelyikkel, mert mindegyikre olvastam már hasonló mélységű és hasonló alaposságú minősítést. Per pillanat ez van. Na most, hát akkor ezek után nézzük lépésről lépést, hogy pontosan hogyan is kéne elindítani ezt a szerencsétlen diszk használatot. Kezdjük azzal, hogy ugye a diszket file tárolására akarom, következésképpen majd fájlrendszert fogok rárakni, milyen lépéseket kell csinálni. Első lépés, particionálni kell. Első napon volt róla szó a partícióknak típusukról. Nem véletlenül szerepel minden ilyen jellegű oldalon, hogy amennyiben te például az F-diszkkel partícionálsz, akkor ott a te feladatod azt, hogy kézzel ezt a partíciótípust beállítsd. Ha valami grafikus eszközt használsz, akkor lehet, hogy nem magát a konkrét hexaszámot kell fejből tudnod, hanem listáról választhatsz. De a lényeg attól függő, hogy mit és hogyan akarod azt a diszket, illetve a diszkpartíciót használni, egy meglehetősen fontos dolog a partíció típus. Amennyiben a diszken csináltál egy partíciót, megadtad, hogy milyen méretű, hol kezdődjön, hol legyen vége, akkor az egyik utolsó művelet lesz az, hogy milyen típusú partíciót akarsz. Fájlrendszertároláshoz, mint mondtam, a hexa 83-as értéket kell beállítani. Ez egyébként a legtöbb telehítőben automatikusan így működik. Tehát tudni nagy eséllyel nem kell, illetve a legtöbb particionáló eszköz
ad rá lehetőséget, hogy lekérdezzem a listán, ha mondjuk valaki nem szeretné ezeket fejből megtanulni. Én például nem tudom őket fejből. Az, hogy a 82 a swap és a 83 a file rendszer, vagy fordítva, az nálam mindig ilyen fejvakarás. Melyik is? És aztán utána inkább megnézem. A lényeg tehát, például az első SCSI diszken, vagy a PerDef per SD a néven elérhető perifériát óhajtó használatba venni, FDisk PerDef per SD a parancsot elindítom. Természetesen kivételesen jeleztem, hogy ez már a rendszergazdai művelet, ezt ugye az előírt keresztel, mint prompttal próbáltam sugalni. Ez úgy tűnt, hogy nem igazán jött le egyértelműen itt a társaságban, lévén erre vonatkozóan is volt tegnap kérdés, tehát van Linux terjesztés, ahol a dolog úgy működik, hogy be tudsz jelentkezni rootként. Ehhez ugye meg kellett adni egy root jelszót, simán a bejelentkezésnél azt mondod login névként, hogy root, beadod a jelszót és bejutsz. Ezt ma már tulajdonképpen sehol nem javasolják. Azokban a rendszerekben, amikben lehet, ott használható az, hogy te bejelentkezel saját néven, és ha úgy van a rendszer bekonfigurálva, hogy van rá jogosultságod, akkor azt mondod, hogy su, vagy su root, vagy esetleg su minus root, ez utóbbi egy teljes root login procedúrát végrehajt, és teljes környezetet beállít. Természetesen itt is jelszókérés, vagy valamiféle azonosítás, és utána adott ki ezt a parancsot. Például Ubuntu-ban, meg még egy-két rendszerben, vagy esetleg az adott környezetben a rendszergazda beállításának függvényében előfordulhat, hogy se a root bejelentkezés, se a su parancs nem működik. Például az Ubuntu úgy működik, hogy nála igazából nem tudsz rootként bejelentkezni, mert nem tudod a jelszót hozzá. Ugyanis nem tudom, föltűnt-e, nem volt root jelszó a telepítés során. Helyette van egy sudo nevű parancs, és kétféle elv. Az egyik, hogy az ember azzal kezdő, hogy sudo password root, és innentől kezdve minden él és virul. A Ubuntu-s hozzáállás egyébként az, hogy ne így csináld, hanem minden egyes parancsot sudo-val futtassál. Azaz te normál... Az lusta, nem szabad. Jegyzőkönyvön kívül sudo minus s. És akkor nem kell root password, és kapsz ugyanúgy egy shell-t, mint a suval. Na, szóval a lényeg az, hogy igen, én szerintem az első, amit említettem, ez megint egy elv. És az én véleményem nem teljesen egyezik a világ véleményével pont a sudoval kapcsolatban. Maradjunk annyi, hogy a hivatalosan preferált eljárás a Ubuntu környezetben az, hogy nincs root jelszó, hanem sudo van. És sudo parancs formájában kell ezeket a rendszergazdai parancsokat futtatni, amely működése egyébként, ezt elvileg a manuálból már tudjátok, úgy zajlik, hogy bekéri a te jelszavadat, vagy az alapkonfiguráció mondjuk Ubuntu-ban, és valami nem tudom én hány perces timeouton belül valahányszor azt mondod, hogy sudo parancs már nem kéri meg a jelszót. Na most, ha a timeout lejár, akkor persze újra megkérdezi. Úgyhogy ez nálam például tipikusan pont úgy szokott lenni, hogy sudo, elmolyolok ott egy darabig, aztán valamit meg kell keresgélni, az pont elég arra, hogy kifussak a timeoutból, tehát a következő újra megkérdezi, meg újra. És itt jön elő az, hogy hát ugye éles rendszerben nem javasolt ilyen saját hobbigépen, sudo minus s, kapok egy shell promptot rootként, nem jó, tehát, hogy így mondjam, szóval biztonsági oldalról nézve ez a rossz megoldás, és a jó megoldás az, hogy lehetsz te lusta, de. Na most én lusta vagyok, ezért aztán nem tartok be bizonyos szabályzságban is nem mindenit. Na, szóval a lényeg, hogy például a diszk előkészítését ugye rendszergazda joggal, tehát vagy rootként jelentkező nem javasol, vagy suva, ez se feltétlenül, vagy sudova, igen, igen, ez a javasol, formában kell, sudo, fdisk, diszk neve formában. Itt ugye létre kell hozni egy partíciót, méret, típusát be kell állítani, kiírni a diszkre, kilépni, eredményeképpen megjelenik az eddigi SDA diszkbe eszközfájl mellett a partíciót azonosító, tehát ha te az egyes számú partíciót csináltad, akkor ezek után megjelenik az SDA 1.
Na most, ha erre te fájlrendszert akarsz pakolni, akkor nyilván egy lépés van hátra, az általad kiválasztott fájlrendszer formátumra megformázni az adott diszkpartíciót. Erre az MKFS, azaz a Make File System parancsszolgál. Egy paraméter kötelező, ugye a periféria neve, ugye mint mondtam, perdef per SDA 1 az adott példánál, és általában nagyon melegen javasolt egy másik paraméter, hogy mégis milyen típusú fájlrendszert óhajtunk. Na most hát ezt minimum háromféleképpen lehet megadni. Az egyik, egy általános minus T és a fájlrendszer típusát leíró string. Tehát minus T, X2, minus T, X3, minus T, X4, minus T, Reiser-FS, minus T, XFS formátumú. Ez az egyik. Ez mondjuk jó azoknak, akik Unix-ból közelítik a dolgot, mert ott majdnem pont ugyanígy működik a legtöbb Unix környezetben. A másik lehetőség, hogy van egy ilyen standard konvenció, hogy MKFS pont fájlrendszer típusa nevű parancs is létezik, tehát MKFS pont X3, vagy MKFS pont Reiser-FS, vagy MKFS, pont XFS-nek hívják a parancsot. És ezzel ugye egyértelműen megadtad a típust, és ugye van az utolsó, amit nem tudok, minden fájlrendszer kitalálója kitalált saját parancsot. És akkor MKE2FS, ez azért jó, mert különböző opciók függvényében ez lehet X2, X3 és X4. MKReiser-FS, Make XFS, nem tudom. Tényleg nem tudom ezeket fejből, úgyhogy annyit lehet tudni, hogy ilyen van, és annyit lehet tudni, hogy ha akarod, akkor nézz utána. Én nem tudom megmondani.